Pupréka ezüstérmet szerzett a párizsi Cselgáncs Grand Slam versenyen, amelyen 7 súlycsoportban osztottak érmeket szombaton. A legjobban a két elsőséget begyűjtő hazai versenyzők szerepeltek. Két francia győztes mellett egy-egy azeri, ukrán, izraeli, grúz és koszovói dzsúdós szerzett aranyérmet. A női 48 kg-os súlycsoportban a francia Blandine Pont győzött, aki a fináléban a szerb Milica Nikolic ellen diadalmaskodott. A férfiak is a legkisebb súlycsoporttal kezdtek. A 60 kg alattiaknál az azeri Balabai Agayev, a francia Cédric Révót múlta felül a döntőben. Pupréka a női 52 kg-os súlycsoportban lett második. A magyar versenyző az olimpiai bajnok Disztriák Krásznistól szenvedett vereséget a döntőben. A koszovói judoka egy nagy külső horogdobással szerezte meg a győzelmet. Az érmeket Csányi Sándor, a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség alelnöke adta át a dobogósoknak. A férfiak 66 kg-os döntőjében az ukrán Bogdán Jadov lábszár átforgatásos fejen átdobással verte mongol ellenfelét. A második francia aranyérmet szombaton a női 57 kg-os súlycsoportban diadalmaskodó Priscilla Nieto nyerte, aki a korábbi világbajnok kanadai Jessica Klimkaitet verte a döntőben. Csodálatos küzdeni és nyerni így, hogy egész nap mindenki nekem szurkolt. Nagy erőt adott a szurkolók támogatása, köszönöm, mondta Nieto a sikere után. A 73 kilós férfiak kategóriájában Lasha Shavdatuashvili volt a legjobb. A grúz cselgáncsozó brazil ellenfele győzött le a fináléban. Nagyon boldog vagyok, ez a különleges közönség rengeteg motivációt ad minden versenyzőnek. Nagyszerű érzés, hogy amikor nyersz, mindenki veled ünnepel, mondta Shavdatuashvili. A 63 kilós nőknél az izraeli Gili Sharir nyakába akasztották az aranyérmet. Különleges nap volt ez azoknak a gyerekeknek is, akik az egyik legnagyobb francia judós sztárral, Clarisse Agbenyonouval találkozhattak. A párizsi Cselgáncs Grand Slam a vasárnap folytatódik.